Eredményes munka a művészeti iskolában. Csökkenőben a belvíz. Új könyvekkel bővült a könyvtár. Május 7-én tartja alakuló ülését az országgyűlés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. április 20-án 18 óra 5 perckor. Eredményes munka folyik a karcagi zenedében. A helyi fiatalok sorra szerzik be az országban az elismeréseket. A munka eredményét a helyiek is rendszeresen hallhatják városi rendezvényeken. Az Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskolában elég forgalmas volt az elmúlt időszak. Tudtuk meg Lór Kerekes Ágnes tagintézményvezetőtől. Ütőhangszeres országos versenyen duó kategóriában két csapat is első helyezést ért el. Több verseny is volt az elmúlt hónapokban. Márciusban volt ütőhangszeres versenyünk, országos szintű verseny, szóló és duó kategóriában indulhattak a gyerekek. Tőlünk két duó indult, tehát kétszer két gyermek vállalta, hogy részt vesz ezen a megmérettetésen, és nagyon-nagyon szépen sikerült a verseny számukra. Mind a kettő együttes első helyezést hozott el. A kicsik közül Őrsi Mizser Dávid és Nagy Emese voltak, akik bemutatták tudásukat Győrben, és a nagyok közül pedig Székely Lea és Nagy Zsófia mutatta be ütős tudását, úgyhogy Dudás Enikő felkészítésével nagyon-nagyon sikeresek voltak. Nagyon szép visszajelzéseket is kaptak, illetve a részhúvósaink számára volt egy másik megmérettetés Szolnokon, a Jász-Nagykun Szolnok megyei részhúvós fesztivál, ahol három növendékünk indult, a Herényi Bográrka Réka trombitából aranyminősítést kapott, és két mély részhúvósunk volt, Vinis Máté második helyet kapott, és Tóth Bertalan pedig harmadik helyezett lett. A napokban a Déri néven tartott jótékonysági hangversenyt a Kun Orgonda Zenebarátok Egyesülete és a Művészeti Iskola. Megrendezésre került a jótékonysági hangversenyünk, immár második alkalommal, a Kun Orgonda Zenebarátok Egyesület szervezésében, de mi úgymond társszervezőként és közreműködőként jelen vagyunk ezen az eseményen. A programnak a teljes bevételét a tehetséges művészeti iskolás gyerekek támogatására ajánlották fel, hiszen nagyon sok olyan költség van a művészeti iskola versenyre járó, illetve egyéb szállítási költségekben, amiben ők néha-néha besegítenek, és ezt nagyon köszönjük is az Egyesületnek, hogy ők is a hátunk mögött vannak a tankerület mellett. A megyei vonós négyes ad hamarosan koncertet városunkban. Április végén kerül megrendezés, április 25-én pontosabban, 9 órától a második Jász-Nagykun Szolnok megyei vonós verseny, amelynek Karcag ad helyet ismét. Két évvel ezelőtt volt az első megrendezésre kerülő verseny itt nálunk, ahol a vonós növendékek, hegedűsök, csellisták, és most nagy örömünkre egy bőgős fiú is fog megmérettetni. És több helyről, a pedagógiai oktatási központ illetékességi területéről fog érkezni 51 gyermek, egészen Cegléd-től Abonyig, és itt a Szolnok megyei területről is több művészeti iskolából fognak érkezni a gyerekek. Nívós zsűrivel reméljük, hogy ugyanolyan sikeres lesz a versenyünk, mint két évvel ezelőtt volt. A képzőművész tanszakosok is sikeresek. A jótékonysági hangversenyre készültünk, és ott segítkeztek, illetve a vonós versenyen is segítő kezet nyújtanak, hiszen a versenyző gyerekek ajándék készítésében ők is részt fognak venni. Minden gyermek kapni fog egy olyan ajándékot, amit a képzőművészet tanszakos gyerekek fognak készíteni, és ilyen kisebb pályázatokon és versenyeken indulnak a közeljövőben a gyerekek. A közelmúltban a Györfi István Katolikus Általános Iskola rajzversenyén második lett két tanulójuk. Ők is folyamatosan munkálkodnak és dolgoznak. A jó időben jelentősen csökkent a belvízzel elöntött terület a karcagi határban. A részletekről Harsányi Gábort, a Kötivízig karcagi szakaszmérnökségének vezetőjét kérdeztük.
A tél folyamán nem kellett beavatkozni. A legkritikusabb helyzet a március 17-i hóesés utáni áramkimaradás okozta. Közel 4 napig ideiglenesen meg kellett oldanunk a szivattyútelepen az áram biztosítását. Kritikus helyzetek szerencsére nem alakultak ki, nem kellett gátat átvágni, ez köszönhető az elmúlt évek folyamatos karbantartásának is, vélte a szakember. Karcag és környékén gyakorlatilag 55 napja van védekezés, belvízi védekezés folyamatban. A legnagyobb elöntött terület itt a határban 2650 hektár volt, de már szerencsére csökken. A legnagyobb átemelt vízmennyiség napi 1.350.000 köbméter volt, és ugye ez is a jó időnek köszönhetően, vagy a javuló időnek köszönhetően folyamatosan csökken. A legkritikusabb esemény igazából a március 17-ét követő ónos esős időjárás okozta áramkimaradás volt, hiszen közel 4 napra elment az összes szivattyú telepünkön az áram. Ideiglenesen nagy teljesítményű agregátorokkal kellett a folyamatos üzemet biztosítani. Szerencsére a szakaszvédelem vezetés a helyén volt, és gyorsan tudtunk reagálni erre a dologra. Kritikus vízszintek nem alakultak ki, jelentős visszaduzzasztás így a csatornákon szerencsére nem alakult ki. Folyamatosan stabil a finanszírozása a vízügyi igazgatóságnak, és ezáltal több száz kilométer csatorna kotrását, gaztalanítását tudtuk elvégezni. A művek nagyon jó állapotban vannak, a gazdálkodókkal szerencsére nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és így ők is megtesznek mindent annak érdekében, hogy a belvíz ne okozzon nekik minél nagyobb kárt. A szakaszmérnökség 1100 négyzetkilométeren védekezik Karcag és Kunhegyes környékén. A szakaszmérnökség összesen 1100 négyzetkilométeren védekezik, két belvízvédelmi szakaszon, 1008-ason itt Karcag környékén és a 1007-esen Kunhegyes környékén. Ez gyakorlatilag közel 25 szivattyú telepet érint. Az idei télen a védekezést saját létszámmal meg tudták oldani, nem kellett plusz erőt berendelni. A védekezést a saját létszámból biztosítottuk, gyakorlatilag a mozgósítási tervben, aki benne szerepel, az, aki él és mozog, mindenki részt vett a védekezésben. A jó időben és a nagy szélben a korábbi vízzel borított területeken napok alatt sokkal kedvezőbb lett a helyzet. Nem alakultak ki kritikus pontok a határban. A Csokonai Könyvtárban megérkeztek az új könyvek. Erről Fülöp Ilona csoportvezetővel beszélgettünk. Sok új gyermek és felnőtt könyvvel várják az olvasókat. Szívesen ajánlja a krimiket, a szép irodalmat, szerelmest épp úgy, mint a főiskolásoknak, egyetemistáknak a szakdolgozataikhoz szükséges szakkönyveket, mondta a szakember. Az idén is lehetőségünk van könyveket vásárolni, és már érkeztek új könyvek is a könyvtárba, ugyanúgy gyerekkönyvek, mint felnőtt könyvek. Nagyon közkedvelt a krimi és a szerelmes regények. Ezekből is érkeztek újak a könyvtárba, amit szívesen ajánlunk a kedves olvasók figyelmébe. Ugyanúgy szakkönyveket is tudunk vásárolni ebből a keretösszegből, és ugyanúgy próbálunk segíteni az egyetemistáknak és a főiskoláknak is, a főiskolásoknak is a szakdolgozatok elkészítéséhez. Ha egy könyv a Karcagi Könyvtárban nem található, de máshol megvan, az könyvtárközi kölcsönzéssel beszerzik. Könyvtárközi kölcsönzésünk minden évben ugyanúgy működik, ahogy eddig. Sokan veszik igénybe, a visszafele postaköltséget kell kifizetni, egyéb ilyen költsége nincsen ennek a könyvtárközi kölcsönzésnek. Sok-sok rendezvényre hívják a következő hetekben a nyugdíjasokat, fiatalokat és minden kedves olvasót a könyvtárosok. Nyáron szinte egész nyáron nyitva vagyunk. Kivéve az a 2 hét, amit minden évben beszoktunk zárni, július utolsó 2 hetébe, de amúgy egész nyáron és ősz elején várjuk a kedves olvasókat a friss és új olvasnivalókkal. A helytörténeti részben folyamatosan vannak kutatók. Vannak rendszeres kutatóink, akik minden évben visszajárnak és Karcag történelmét és Karcag környékét kutatják. A nyugdíjasoknak az Erzsébet programban, a szálláshely foglalásban is segítenek a könyvtárosok, akik nyára is sok friss olvasnivalót biztosítanak a lakosoknak. Minden évben gondolunk a nyugdíjasainkra, és ebbe az évben is lehetett pályázni az Erzsébet programon keresztül üdülési pályázatra. Ebben nyújtottunk segítséget a nyugdíjasoknak. Rendszeres visszajáró igénylők vannak, és most nem sokan majd következik a szálláshelyek foglalása is, amiben ugyanúgy segítséget fogunk nekik nyújtani, hogyha elérkezik a szálláshelyek foglalásának az időpontja.
Az új kormány politikai programja 4 alappilléren, a versenyképességen, a munkaalapú társadalmon, a demográfián és a nemzeti identitás kérdésén alapul. Az alakuló ülést május 7-én tartja az országgyűlés. Május 7-én tartja meg alakuló ülését az országgyűlés, amely először a migrációt támogató civil szervezetek tevékenységét szabályzó stopsoros törvénycsomagról és az ország jövő évi költségvetésének tervezetéről kezdi meg a vitát. A 4. Orbán kormány megalakulásának időpontját a korábbi ciklusok gyakorlata alapján néhány héttel a parlament alakuló ülése után hirdetik ki. Kormány összetételéről Orbán Viktor miniszterelnök számol majd be. Konkrét nevekről az elkövetkezendő napokban csak találgatások jelenhetnek meg, hiszen a jelenleg körvonalazódó névsor csak egy nagyon szűk kör ismeri. Az új kormány politikai programja néhány alappillérén, a versenyképességen, a munkaalapú társadalmon, a demográfián és a nemzeti identitás kérdésén alapul. Köszöntöm nézőinket, egy fiatalemberrel beszélgetek, sokan ismerik már Horváth Józsefet, aki rákutatóként sok-sok mindent elért már, és még sok-sok minden előtte van, hiszen nagyon fiatal, és aki követi a eseményeket a közösségi médiában, az láthatta, hogy sok-sok díjat is kapott már a munkásságáért. Én először is arról érdeklődnék, hogy honnan is indult ez a tanulás iránti vágy, hiszen azért sokan tudják, hogy ön Karcagon született, és azért nem a legjobb körülmények között. Én Karcagon nevelkedtem fel, most már 29 éves vagyok, innen a cigánytelepről indultam el. Hát hogy honnan jött az a sok, úgymond a tanulni vágy, az a sok negatív példa, ami körülöttem volt, az mind erősítette bennem azt, hogy erősödjön ki bennem egy olyan pozitív példa, hogy én tényleg arra törekedjek, hogy kiszagadjak, és tényleg elérjem azt, vagy megmutassam azt akár az egész társadalomnak, hogy igenis lehet másként csinálni, és úgymond cigány emberként is akármit el lehet elérni. Az Arany János általános iskolában, ahova járt, egy kicsit gondolom furcsán néztek először előre a pedagógusok, amikor nem azt látták, hogy galeriben van, meg megy ide-oda a többieken, hanem inkább könyvet kölcsönöz és a tudását gyarapítja. Nem, igazából én mindig is törekedtem egész életemben, és most is törekedek arra, hogy az egyensúly megmaradjon, és ne annak a mondjuk a tipikus kutató példának, hogy aki csak a könyveket bújja, feleljek meg, hanem mellette, mint ember is ugyanúgy teljesítsek. Szóval én teljesen beilleszkedtem az osztályba, és mondhatom azt, hogy nagyon húzóerője voltam az osztálynak, mindvégig egész általános iskolában, és engem nagyon szerettek a tanárok, viszont tudták azt bennem, hogy sokkal nagyobb a tudás és a tehetség, mint a többiekben. A következő fontos állomás az ön életében a kolostyánkni tanárnő volt, aki egy picit terelgette erre az útra. Hát igen, mert én ugye jogász akartam lenni, aztán a jó Isten az életembe sorolt a kolostyákni Zsuzsika nénit, és ő kezdett el mentorálni így önszántából, és ugye először kisebb, nagyobb versenyeken vettünk részt, az nem igazán annyira sikerült, meg nem is annyira volt a terület, amit szerettem volna, hiszen főleg ez növény és állatbiológia volt, és aztán kerültem utolsó évben már a negyedikbe, harmadikba, negyedikbe, ez a drogkutatás és a drogok idegéletlen hatásmechanizmusát feszegettük Zsuzsa nénivel, és tényleg annyira megszerettem ezt a témát, hogy amit érintettünk, hogy ez a molekuláris biológia, biokémia, és így tovább, de ez egyetemi szinten, és annyira azt éreztem, hogy fú, de jó, és én el tudnám magam képzelni kutatónak, és innen jött az, hogy beadtam a Debreceni Egyetemre a jelentkezésemet, mint biológus. Akkor azért önön kívül bízott még ebben valaki, hogy ez az álom, hát a tanárnőn kívül, hogy ez az álom valóra fog válni? Hát igen, én mindig pozitív példákat kaptam, viszont meg pozitív biztosítólásokat, hogy igenis megéri, meg tényleg az, hogy az emberek látták bennem a tudást, és látták azt is, hogy én nem csak ott ülök a babérjében, és próbálom úgymond a szürke egyéni életemet élni, hanem az, hogy törekedek arra, hogy minél nagyobb egyéniség legyek, úgymond minél jobban elérjem azokat az álmokat, amiket küzdök, ugye, amit én 5-6 évesen fogalmaztam meg, hogy tényleg szeretnék kiszakadni, és valami olyat elérni, amit még úgymond előttem cigány ember nem. Többen vannak testvérek, gondolom, hogy a testvérek büszkék. Igen, mindenki, ugye két nővérem van, meg egy bátyám, mindegyik büszke is, az édesanyám, meg az édesapám is. Beszéljünk egy picit arról, hogy hol tart most a kutatása, hiszen megvolt az egyetem, utána jött egy kis gyakorlat, laborgyakorlat, és akkor egy picit ebbe is avassuk be nézőinket. Igen, most már ugye én a szájüregi rák korai diagnózisán dolgozom, nyállalapú biomarkerek, ilyen jelzőgéneknek a kutatásával, segítségével. Most már ott tart a kutatás, hogy a zárókísérleteket csinálom meg. Van egy biztató eredmény, találtunk egy olyan gént, ami esetlegesen valószínűleg használható lesz a magyar pácienseknek a szájüregi daganatok korai diagnózisában.
Dr. Horváth Józsefet hogy kell elképzelnünk? Marad a laborban, vagy esetleg külföldre megy, hiszen tudom, hogy erről is volt korábban szó, hogy hívták már külföldre, vagy itthon szeretné folytatni a kutatásokat, tehát 5-6 év, vagy esetleg 10 év múlva, mit tudunk erről? Hát én mindenféleképpen szeretnék kimenni külföldre, ugye szakmailag is fejlődjekint azért külföldön egy ilyen nemzetközi csapatban sokkal több tudást lehet megszerezni, és illetve szeretnék most már elmozdulni a rákterápia felé is, nem csak a génszinten való kutatással foglalkozni, nem ténylegesen akár mondjuk a terápiás útvonalakkal is segítsek a pácienseknek, illetve hát majd a család alapítás. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!